Satam prasanga mama virya samvido. Megint szanszkrit. Nagyon fontos vers. Azt mondja, hogy ha valaki hallja lelki hangvibrációkat a szentektől, mert általában a hangvibráció az, ami minket tudja segíteni degradálni, és tudja minket segíteni fejlődni. Miért? Mert a hangvibráció Satam prasanga mama virya. Energiával, erővel rendelkezik. És ez a hangvibráció minket megkötötte itt ebbe a világba. A szenvedés, amit mi érzünk, minket lehet hangukkal megbántani, minket lehet hangukkal boldogra tenni, és lehet stresszbe, depresszióba hozni. Szóval, ahogy a hang segítségével mi el tudjuk jutni a szenvedéshez, de a hang segítségével meg tudjuk oldani az élet minden problémáját. Ez a Satam prasanga mama virya samvido. Avanti, Rit, Karna, Rasayana, Katha. A transzendentális hang, ez virya, olyan energiával rendelkezik, hogy nagyon különleges hatása van a lélekre. Bhavanti hrit, a szívre, hrit, az elmére, karna, a fülnek, hrit karna, a rasayana, olyan, mint egy nektár, mint egy tónik. Bhavanti hrit karna, rasayana, katha. Amikor mi a szentektől halljunk, akkor az ő tudatok, ami által átmegy a hang, az feltölt ezt a hangvibrációt különleges lelki energiával. Ez egy tény, bárki, aki ezt kipróbálta már, tud bizonyítani, hogy ezt átélte. Bárki, aki kipróbálja, az meg fog tapasztalni. Tovább ez a vers beszél nagyon érdekes lelki hatásokról. Tadzsosanát, Asapa Varga Vartmani. Hogyha mi hallgassunk a szenteket, tőlük a hangvibrációt, akkor nagyon gyorsan fogunk fejlődni, elindul a lelki fejlődésünk. Először beszélünk, mit jelent, hogy hallgatni. Hallgatni azt jelenti részt venni személyesen, amikor ők beszélnek lelki témákról, vagy meghallgatni felvételeket, vagy akár könyvet olvasni.